hogyha a háború végét akarjuk megjósolni, akkor elég, hogyha a német gazdaság vezető szereplőire figyelünk, tehát ha a német gazdaság szereplőinek, vagy azok egy jelentős részének egyszer csak elege lesz, akkor borítékolható, hogy Európa is egyre inkább a béke megteremtése felé fordul mondjuk a fegyverszállítások helyett. Most egy kis huszárvágással rögtön a közepébe vágtam, de talán nem elhanyagolható ez a logikai láncszem. Az elmúlt hónapokban, vagy leginkább hetekben most már megfigyelhetjük azt, hogy az Ukrajnának küldött nyugati fegyvereknek a volumene csökken, szóval gyakorlatilag kevesebb fegyvert is küldenek az európai államok Ukrajnának. Emögött lehet azt feltételezni, hogy talán a kezdeti lendület kicsit visszaesett, és Németország példája ezt eléggé szemlélteti, hogy milyen káros következményekkel van az ország gazdaságára a szankcióknak a visszaütése. Most Németországban egyre súlyosbodnak az energiaválságnak a hatásai, és erre ugye a lakosság is egyre inkább rezonál, egyre frusztráltabbá válik. Az elmúlt hetekben Robert Habeck gazdasági minisztert, valamint Olaf Scholz kancellárt is már kifütyülték, amikor nyilvános beszédeket tartottak. Többször is beszéltünk ugye arról az elmúlt hónapok során, pont ebben a műsorban, hogy a német lakosság egyelőre azonosulni tud ezekkel az erincstitokra szóló szankciókkal, és az energiaválságért leginkább felelős zöldeknek a támogatottsága paradox módon növekszik. Szóval jelenleg még nem beszélhetünk egy olyan fordulópontról, ami a német kormányt arra kényszeríteni, hogy felülvizsgálja az eddigi politikáját, de egyre több tünete adódik annak, hogy az átlag német állampolgár nem fogja jó néven venni, hogy biztosan hozzá kell nyúlni a megtakarításaihoz. Tehát akkor ez az a pont, amit várnunk kell. Most bocsánat, de hát nyilván nem kárörvendésből, de a saját jól felfogott érdekünkben és életünk védelmében is azt kívánja szerintem nagyon sok magyar és európai ember, hogy legyen már elege a német állampolgároknak. Tehát a kényelem feladása lehet az a neuralgikus pont, amit ha egy bizonyos szint alá kerül, akkor megfordulhat a fejükben az, hogy na, lehet, hogy ki kéne menni az utcára. Itt valószínűleg, legalábbis az én személyes véleményem szerint két nagy töréspont lehet, ami ezt kiváltja. Egyrésztről majd, hogyha az első komolyabb fűtési számlák megérkeznek a németekhez, illetve télen, amikor tényleg vagy azzal szembesülnek, hogy már nincs mivel fűteni, vagy tényleg horribilis összegeket kell fizetni ezekért a számlákért. Viszont most készült egy kicsit meglepő felmérés a Bild am Sonntag részéről néhány nappal ezelőtt, ami kimutatta, hogy a németeknek már a 62%-a elégedetlen a közlekedési lámpának nevezett koalíció munkájával, és mindössze 25% elégedett a Scholz kabinetnek a munkájával. Ez egyébként a legalacsonyabb szám, amit az új kormány decemberi beiktatása óta mértek. Viszont ugyanez a kutatás arra is rámutatott, hogy egy közvetlen kancellárválasztás esetén a németeknek 25%-a Habecket, ugye jelenlegi gazdasági minisztert választaná, 19%-a a CDU elnök Mertet, és csak 18%-a Scholzot. Most ezen hosszan elmélázhatnánk, hogy egyébként az a Habeck a legnépszerűbb jelölt, aki kéretlen őszintességgel írta le egy 2010-es könyvében, hogy a hazaszeretettől mindig hány ingere volt, és soha nem tudott mit kezdeni Németországgal, és máig sem tud. Ő a tökéletes prototípusa annak a globalista, kozmopolita, szülőföldjéhez már nem kötődő embertípusnak, akit minden progresszív szívesen látna az országa vezetőjeként. Innentől kezdve már csak költői kérdésként tudunk elgondolkodni azon, hogy vajon kancellárként mennyire képviselni Németország érdekeit, és mennyire követné a Washingtonból érkező direktívákat. Hát hogyha onnan indítottuk a beszélgetést, hogy mennyire számít az uniós viszonylatban és a háborúhoz való hozzáállásban, hogy a németek mit gondolnak, a német politika milyen irányban fordul, akkor ugyanez igaz lehet politikai szempontból, például az uniós forrásoknak az ügyére is. Ebben a tekintetben most azt látni, nem elszakadva a német történésektől, hiszen pont az uniós források ügyéről beszélgetett Karácsony Gergely főpolgármester úr is, a német kormány egyik tagjával, most hirtelen, nem is tudom, a gazdasági miniszterrel, ha jól emlékszem. Christian Lindner, igen. Igen, tehát azért ilyen tekintetben is fontos azt látni, hogy Berlinben hogyan gondolkodnak erről az ügyről. Nem tudom, összekapcsolható a két dolog, de mennyire lehetünk bizakodóak a német hozzájárulásban, vagy annak az esélyeiben az uniós forrásokról szóló vita kapcsán. Tehát azt tudjuk, hogy a franciák részéről érkezett már egyfajta támogatásszerű, hát ilyen nyilatkozat, féleség néhány hónappal ezelőtt, aztán nem történt persze semmi. Lehet-e ilyenre számítani a német kormány részéről? Eddig nem hallottunk ilyesmiről. A politikának megvan az a szépsége, hogy sokszor nem azonos ideológiai platformon lévő pártok is együtt tudnak működni, hogyha az érdekeik ezt megkívánják. A német kormány most olyan nehéz helyzetbe kormányozta magát ezzel az erényfitoktató külpolitikával, aminek nagyon súlyos következményei vannak a német gazdaságra nézve, ezért lényegében nem zárható ki annak az esélye, hogy esetleg valamilyen más ügy mentén, például ide lehetne citálni a gázszolidaritási mechanizmusnak az élesítését, ami mögött tényleg okkal feltételezhetjük, hogy a német gazdaság nehéz helyzetbe kerülése elég erős szerepet játszott, hogy majd esetleg azok az országok, köztük Magyarország, ahol az uniós átlagnál jóval nagyobb tárolókapacitással rendelkező gáztárolók vannak, majd esetleg kisegíthetik Németországot. Most nyilván ez egyelőre még csak ilyen konspirációs szinten mozog, de a politikában ilyen háttérrakók eredményeként könnyen elképzelhető, hogy mondjuk azért cserébe, hogy Németország nem maradjon gáz nélkül a térre, ezért cserébe ők is hajlandóak kompromisszumot kötni mondjuk ezen a téren, és támogatást nyújtani a magyar kormánynak, hogy megkapja az uniós pénzeket. Kérdés, hogy ezt az Európai Parlamentben is viszont látjuk-e majd, mert hogy az Európai Bizottságból már érkeznek olyan hangok, hogy lehet, hogy meg kellene állapodni. Varga Judit igazságügyi miniszter találkozott is Didier Reynert jogi biztossal, de hát az Európai Parlamentben dőlnek el a nagy csaták. Valamilyen szinten az Európai Parlament az ugye egy planáris jellegű szervezet, szóval egyeztető jelleggel születnek ott a döntések. Jelen esetben a bizottság szava többet nyom alatba, ők döntenek majd arról, hogy végül ezeket a pénzeket Magyarország megkapja. De hát a parlament visszahívhatja az Európai Bizottságot. Igen, szóval tudja késleltetni ennek az elfogadását, és most valóban már kezdünk kifutni az időből. Most a következő körre szeptember 22-én kerül sor, addig kell majd az Európai Bizottságnak megküldenie a viszontválaszát a magyar kormány számára. Ugye Gulyás Gergely is a két nappal ezelőtti kormányinfón azt mondta, hogy a magyar kormány hajlandó még további 10 új jogszabályra vagy jogszabálymódosításra október végéig, annak érdekében, hogy sikerüljön közös álláspontra jutni Brüsszellel. Most jelenleg annyit lehet mondani, hogy körülbelül egy hónap múlva fogunk többet tudni ezen a téren.